Kisgörösvárosban a szennyvízhálózat szinte 100%-ban lefedi a lakott területet, hála az előző uniós ciklus sikeresen megvalósult pályázatainak. Az akkori projektek azonban nem támogatták az ipari területek ilyen jellegű fejlesztését, amelyre egyre nagyobb igény jelentkezett a vállalkozások részéről. Az utcában lévő vállalkozások elsősorban a Kurzplast vállalkozás kérésére és igényére Kisgörösváros önkormányzata és képviselőtestülete úgy döntött, hogy ezt a területet önerőből ellátja ezzel az infrastruktúrával. Ezt az önerőt úgy értsék, kedves jelenlévők, hogy 50%-os önkormányzati és 50%-os vállalkozói hozzájárulással fogjuk ezt a kivitelezést megvalósítani. A most átadott munkaterületen a kivitelezés várhatóan az év végéig tart majd, amelynek menetéről már Mátyus Zoltán beszélt. Közel 400 méter szennyvízcsatorna hálózat fog lefektetésre kerülni, ahogy mondtam, 10 vagy körülbelül 16 darab új bekötés elkészítésével. Itt egy gravitációs szennyvízcsatorna fog épülni, mely a meglévő Izsáki úton lévő szennyvízcsatornára fog rákötni. A munkaterületet ugye a város átadta a kivitelezőnek, ez azt jelenti, hogy nem sokára felvonulások lesznek, vákumvozás fog elkezdődni, ugyanis bizonyos szakaszokon talajvízszint süllyesztést kell elvégezni. A kivitelezést az Ékisz Kft. Végzi, a forgalom mozgását egy sávban biztosítani fogják a munkálatok ideje alatt is. Az a kérésem egyrésztről az ott lévő vállalkozásokhoz, hogy keressék a kivitelezőkkel a kontaktust. Ha bárkinek bármi olyan problémája van, hogy neki akár adott napokon, akár kamionokat muszáj beengednie, akkor ezt ott az ott lévő kivitelezőkkel, az ott lévő művezetőkkel szíveskedjen egyeztetni. Egyébként mindenki majd írásban tájékoztatva lesz a munkák várható menetéről. Amint ezzel végeznek, a szennyvízcsatornázás az Izsáki út másik oldalán, a Vattai tanműhely felüli részen is megtörténik.